Nagy a készülődés és az izgalom a Pécs-Harkány országúti futóverseny előtt. Szükség is van a bemelegítésre, hiszen vasárnap csípős hidegben kellett teljesíteniük a 25,5 kilométeres távot a nevezőknek. Dóri nem csak futott, hanem az előkészületek során is sok feladata volt. Idén csak váltóban indult, mert kisfia és az egyetem mellett nem tudott felkészülni a teljes távra. A mai napon nem én vagyok a fontos, hanem a többi futó a fontos, és én jól szeretném magamat érezni, meg szeretném, hogy mindenki más is jól érezze magát. És ez egy jó hangulatú futóverseny legyen. A 25,5 kilométeren belül vannak lejtős, sík szakaszok, de bőven akadnak embert próbáló emelkedők is. Egy erős edzésnek nagyon jó, tehát dombos, technikás, figyelni kell, nehogy itt valaki az elején az első emelkedés, és nagyon elfussa és besavasodjon, maradjon energia végén ott a turonyi emelkedőnél is, úgyhogy én szeretem ezt a pályát. A futóversenyen évek óta indul Orsós Ferenc. A Szászváron élő futó, akit kenyai kobrának neveznek, büszke roma származására, arra pedig még inkább, hogy futhat. Körülbelül hetedik futásom ez, Pécs-Harkányon. Hát, hogy mennyi idő alatt, 2019-ben, 2 óra 25 perc alatt futottam le, hát most majd megássuk, hogy most mennyi idő alatt, hogy teljesítsem, az a lényeg. Minden 1979-ben kezdődött, amikor a PVSK tájfutói együtt lefutottak Harkányba. Később többen csatlakoztak hozzájuk. Mára már egyéniben és háromfős váltóban is teljesíthetik a távot a jelentkezők. Idén azonban a pandémia miatt nem szezonnyitó, hanem szezonzáró volt a Pécs-Harkány országúti futóverseny. Az ország egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi futóverseny ez, és azon voltunk, tehát szervezésileg, hogy ebben az évben is legyen Pécs-Harkány. Tehát újdonság, annak örülünk, hogy meg tudtuk rendezni, az, hogy szép számmal vannak most is versenyzők, mindent tudunk teljesíteni, amit eddig, úgyhogy ez az újdonság. A népes mezőnyt Szabó Tünde olimpikon maratonfutó rajtoltatta el. A versenyen egyéniben és váltóban is PVSK-sok győztek. A leggyorsabb futó Lomb Ádám 1 óra 22 perc 59 másodperc alatt ért célba.